Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy Griga Zsuzsanna elfogadta meghívásunkat itt a Hun Stúdió, a Hun TV stúdiójába. Úgyhogy az az első kérdésem, hogy hogy lesz valaki karma-asztrológus? Úgyhogy az embernek a fejére esik Judy Hall könyve. Igen? Ez úgy történt. Ez volt a történet? A karma-asztrológiai rész az már igen. Ez úgy történt, hogy engem mindig érdekelt az asztrológia. Az édesanyám foglalkozott ezzel abszolút műkedvelő módon. És valamikor 10 vagy 12 éves koromban egy ilyen nagyon szép kézzel rajzolt ábrát mutatott, és mondta, hogy ez az én horoszkópom, és én nézegettem, kb. Az volt az első, amikor ilyet láttam, és azt mondtam, hogy ez valamiért biztos, hogy nem az enyém, itt valami nem stimmel. Tehát ezt éreztem, hogy nem stimmel. Anyukám mondta, de, és elmesélte a körülményeket, hogy hogyan kért meg valakit, hogy mikor születtem, és akkor ebből hogyan lett képlet. És mindig érdekelt, ott onnantól kezdve mindig izgatott, érdekelt, elkezdtem, hát baktai, meg egyebekből ugye tanulgatni, abszolút magánszolgalomból, és aztán mindig azt érzem, hogy ez kevés. Tehát, hogy nekem ez az ábra, ez a, az az ábra, ugye, amit te is ismersz, meg ami mondjuk normálisan egy horoszkóp ábra, az kevés. Az nem mond semmit, az üres. És akkor egyszer valami teljesen más dolgot kerestem egy könyvesboltban, és a Judy Hall-nak a könyve konkrétan a fejembe esett. Az volt a cím, hogy The Karmic Journey. Ez a jelek, tudod. Igen, a jelek, így van. Én ott helyben kiolvastam azt a könyvet, azt mondom, hogy ettől a nőtől akarok tanulni, és így kerültem hozzá, és aztán így lettem én is karma-asztrológus. És gyakorlatilag mi a tapasztalat, hogy sokkal pontosabban tudunk segíteni az embereknek, vagy hogy van ez, mert gyakorlatilag az asztrológiai képlet ugye egy energetikai rendszer, amikor leszületünk, és gyakorlatilag ennek a hatására éljük az életünket, akár hisszük, akár nem. Persze, attól függ, hogy mit akarsz látni. Ugye az asztrológia önmagában egy vizuális dolog, tehát ahogy kialakult, a káldeus papok annak idején fölnéztek az égre, és megpróbálták lemodellezni azt, ami ott fönt van. És az, a karma-asztrológia az ennek a mély rétege, a láthatatlan dolgok. Tehát azért dolgozunk annyi kis bigyóval, amik nem látszanak szabad szemmel, tehát én ezért nem veszem el a saját rendszeremet transzcendentális karma-asztrológiának, mert egy picit más csinálok, mint a Judy. Az ő iránta való tiszteletből azt mondom, hogy ő karma-asztrológus, és amit meg mi csinálunk, az a látható dolgokon túli valóság. Tehát még egy fátyol van is, van, az alá, fátyol alá kell így, pontosan így belátni van, egyébként. Hát ez a kujperőves értékelés, meg az egyebek, tehát ezt gyakorlatilag a Placiduson keresztül senki nem tudja elsajátítani. Ami nem, sajnos nem. Vannak most már nagyon jó szoftverek, amik ezzel dolgoznak. Ez efemerida kérdése szintén, tehát meg lehet állapítani bárminek a földrajzi helyét. Na most a következő kérdésem van, hogy te jól érzed magad ebben a rendszerben, igaz? És én meg tudom, hogy amiket írsz, az nagyon sokan nézik és olvassák, és nagyon nagy segítség ez az embereknek. Tehát én azt gondolom, és könyveket is írtál. Igen, igen. És hányat? Attól függ, hogy mit nevezünk könyvnek. Kiadni hármat, négyet adtam ki. Kiadni. Uh-huh. Az egyik inkább ilyen bulváros dolog volt. Három komolyat és egy bulvárosat. A bulváros egy szakácskönyv volt egyébként, amit még a Kossuth adott ki. De minden workshopomhoz írok mini könyvet. Van, amihez 200 oldalt. Csak egész egyszerűen ugye hát nincs akkora piac, tehát kiadni egy szép formátumú könyvet, tehát, bocsánat, dadogok, tehát mert az jutott az eszembe, hogy ott van a Horváth Andrea, a barátnőm, aki rengeteg könyvet írt, WC-papírra nyomtatott könyvek, konkrétan, baromi rondák, nagyon jól ír, rengetegen, megveszik 3000 példányban, ő így sikeres. Én ilyet nem, ezt nekem nem megy. Én nem tudok WC-papírra nyomtatni, tehát nekem kell, hogy legyen kép, kell, hogy legyen rendes papír. Azok baromi sokba kerülnek, nincs, aki megfinanszírozza. Nekem a 3 vagy 4 könyv után pont elegem lett a finanszírozásból, tehát én még egyet nem adok ki. Tehát maradnak ezek a PDF formátumú könyvek, úgyhogy de hogy nem grafomán vagyok, tehát egyfolytában írok. Tehát van kb. 20 ilyen mini könyvem. És Judy Hall-lal, amikor kapcsolatba kerültél, az mit jelentett számodra? Én megmondom őszintén, egyszerűen azt mondtam, hogy én ettől a nőtől akarok tanulni, nem érdekel, hogy mennyibe kerül, nem érdekel, hogy mit kell érte tennem, és gyakorlatilag elmentem először egy ilyen 3 napos workshopra,
Amit megint csak azzal kezdtem, hogy ránéztem a képletére, mert ő rögtön az ő saját képletéből kezdett el magyarázni, és így ránéztem a képletre, ránéztem a Judyra, megint ránéztem a képletre, és a szünetbe oda mentem hozzá, hogy szerintem nem akkor születtél, mint amikor ez ki van írva, szerintem 2 órával korábban születtél. Mert nem a Plutó van az aszcendensedben, hanem a Jupiter. És így rám nézett, és annyit mondott, hogy azt mondta a nagymamám is, hogy az anyám az hülyeséget mondott. És mint kiderült, sokkal később, tényleg így volt. Tehát tényleg... Na most milyen képességeid vannak, ilyen titkos képességeid, ami mondjuk tulajdonképpen mindenkiben ott van, csak altatva van, de van, akinél ezek a képességek kinyílnak. Ezek szerint, ha így ránéztél, meg oda néztél, és mondtad, hogy 2 órával előbb születtél, akkor van egy olyan paraképességed, idézőjelesen a paraszót. És ez mikor alakult ki? Ez nagyon korán kialakult. Tehát először érdekes volna, a betegséget láttam embereken. Tehát azt láttam, képzeld el, milyen klassz lehetett, hogy összegyűlt a család mondjuk egy temetésen, vagy egy keresztelőn, és így körbenéztem, és így tudtam, hogy ki fog meghalni, vagy ki beteg már megint. Nagyon szerettek. Gondolatod. Tehát ez nagyon, nagyon hamar kialakult, hogy úgy így átláttam embereken. Az van, hogy amikor beszél hozzám valaki, akkor hallom a gondolatait. És ha valaki nagyon mást mond, mint amit gondol, azt én gyerekkoromban baromira zavarónak tartottam, és ezt így ki is mondtam. Tehát ez az egyik. A másik, amihez baromi jó érzékem van, az, hogy látom, hogy két ember hogyan tartozik össze, vagy hogyan nem. Ahogyan nem, vagy hogyan aha. Igen. Úgyhogy ez a szemétláda ezt a gyönyörű nő csalja, mondjuk rá. Tehát ilyet meg lehet mondani? Nem, tehát én megmondtam, én mindent megmondok. Ha nem kérdeznek, akkor nem, de ha kérdeznek, akkor igen. Húha, de azt is elárulod, hogy mikor lép át, vagy azt nem. Ha az átlépett, megszólítani, hogy mikor szeretnél. Ennyi. Tehát konkrétan kilépési pontok vannak, tehát én ugye azért nem lettem magyar asztrológus, mert az ottani eskünek a 6. pontja olyan, hogy a halálról sohasem ilyen körülmények között nem beszélek. Egy karma asztrológus ezt nem teheti meg. Nem azt mondom, hogy ezzel kezdem, sőt, 100-ból 99-szer ez a téma soha nem kerül elő, de ha egyszer elő kell, hogy kerüljön, akkor elmondom, hogy mit látok. És akkor erre hogy reagálnak az embereknek? Attól függ. Általában az a kérdése, hogy látok-e halált a közeljövőben, vagy látok-e, mit tudom én, elmondhatom az egyik tipikus példámat, hogy én a tiszta forrásban kezdtem el tanítani, most már ilyen intézményes formában, és az első évfolyamunknál, valamikor olyan május táján, már ugye éppen a vizsgák voltak, oda jött egy lány hozzám, így a képletét szorongat, hogy léci, nézd meg, mert nagyon beteg a mamám, most diagnosztizálták rákkal, és azt mondják, hogy csak pár hete vagy hónapja van, nézd meg, hogy látsz-e ilyesmit a képletemben. Ránéztem, azt láttam, hogy fogod érteni, oroszlán, hogy hívják volt akkor, oroszlánban járt akkor a Szaturnusz, és ennek a lánynak oroszlán MC-je volt, és ott sétált a Szaturnusz az MC-jén. És mondtam, hogy, és az ötön jött az intuíció, hogy igen, meg fog halni. És beívtam az irodába, mondtam, hogy ülj le, nagy valószínűséggel, igen. De tudod mit, milyen jó, hogy ide jársz? Megtanultál fájdalmat csillapítani, megtanultál energetizálni, hozd haza a mamádat, és ez a lány hazavitte a mamáját, tehát nem hagyta ott a kórházban, végigbeszéltek mindent, nem volt olyan nagyon jó anya-lánya kapcsolatuk, mindent végigbeszéltek, fájdalom nélkül halt meg az édesanyja a saját karjaiban, és az a lány végtelenül hálás volt nekem. Most akkor kell beszélni róla néha, vagy nem kell? Hú, nehéz eldönteni. Uh-huh. De ezek olyan fantasztikusan nagy erőt adnak az embernek, azt hiszem, az élet útján, hogyha ha ilyen esetek, események történnek, mert ez az igazi segítség szerintem. Tehát... Hát, ha valakinek erre van szüksége. Nagyon sok embernek nem erre van szüksége. Én ezeket úgy hívom, hogy nyűszítő lelkek, nagyon gonosz módon, akik mennek innen, oda, amoda, ez nem segít. Ez az igazság, hogy tényleg nyűszítenek, az Úristennek nem lép előre, csak mindenhova elszalad. Ez a másikhoz, a harmadikhoz, a negyedikhez. És akkor általában, hogyha jó helyre megy, akkor az ugyanazt fogja mondani neki, mint az előző tényleg jó hely. Mert nem akarja hallani. Akkor ennyi. Jaj. Akkor a következő, tehát a kristályt annál mennyit foglalkoztál? Azt is Judyoltól tanultam, ez nagyon ösztönösen ment, tehát kezembe veszek egy kristályt, akkor tudom, hogy az
miről szól, mit segít, hova érdemes rakni. Van egy olyan módszer egyébként, úgy gyógyítunk, hogy rátesszük a különböző a kristályokat különböző nagyon fontos pontjaira a képletnek, és arra behívunk egy energetikai programozást, és sokkal, sokkal jobban lesz tőle a beteg. Igen, vannak ilyen. Ilyen csodák, érdekes. Tulajdonképpen igen. Egy csoda. Hát a kristályok a legöregebb, tehát ott voltak a naprendszer keletkezésénél, a föld keletkezésénél, hát mindent tudnak. Tehát lehet a kristályokkal kommunikálni? Persze. És szót fogadnak? Be kell őket avatni, tehát dedikálni kell őket valamilyen munkára. Én évekig egy ametrin rúddal a kezemben fejtettem, amíg nem bíztam magamban, és akkor ez az ametrin rúd, ez körülbelül 3 év után azt mondta, hogy meghalok, ketté tört, és akkor én szépen visszaadtam az anyaföldnek, én ezt az ametrin rúdat eltemettem, és akkor rájöttem arra, hogy nem kell már. De Judy Hall például a kristály bibliát egy bizonyos kristállyal a kezében írta, tehát is csatornázta le a dolgokat. Az információkat. Hú, egyre izgalmasabb oldal, vagy hajó, hogy van. Egyre izgalmasabb területekre evezünk, én azt gondolom. Hajózunk. És akkor, vagy hajózunk. Lehet hajózni. Akkor tarókártya. Uh-huh. Elmutatom Nádas Nándi barátom, akivel ugye nem beszéltem 10 éve, vagy 5 éve, de akkor is a barátom, ő mindig azt szokta mondani, hogy a kártya az egy nyomdaipari termék. Nem több, nem kevesebb. Mi csinálunk? Leképezzük képi formában azt, ami a tudatalattinkban van. Tehát innen, ide, oda. Ugyanúgy működik a tarókártya, csak egy kicsit szemléletesebb, hiszen azok a képek, azok szimbólumok, de ugyanúgy működik, mint az, amikor érettségizünk. Ugye, ja, csak Petőfit ne húzzam, mi történik, behúzott Petőfit. Miért? Mert a tudatalattidban a Petőfi van piros lámpával kiírva, persze, hogy behúzod. De azt mondod, hogy én Shakespeare-t akarom húzni, akkor Shakespeare-t húznád ki. Úgyhogy nagyon izgalmas. És nagyon sokan nézték, és tudom, így lett Griga Zsuzsanna telefonja megszerezve, hogy elmondtad erre az évre, hogy milyen kártyákat húzunk, és így kezdődött ez az egész minden, hogy van most júliusra az ördög. Következik. Semmi rossz nincsen az ördögben, egy ronda lap, tehát ez kétségtelen, hogyha a Rider-Waite tarót nézzük meg, akkor egy nagyon csúnya lap, ugye egy nagy drusnya ördög, aki őrzi a dögöt, ugye egy dög van ott, és akkor az egész fekete, meg csúnya, két ilyen ördögszerű, már ördöggé átalakult ember van oda láncolva a lábaihoz. És akkor ugye ez azt jelenti, hogy oda vagyunk láncolva, vagy a múltunkhoz, vagy az anyagi javakhoz, vagy valamihez, tehát valami vágyhoz, ami mozgat bennünket. Ezt jelenti az ördög egyébként, de hogy mondjam, többek között például az anyagi sikereknek is. A sikeres leszel, de ennek ára van, gondolatnak is a kártyája. Ez nagyon érdekes, vagyis eladod a lelked gyakorlatilag a valamelyikért, mert az igen. Van az elmédben, hogy az neked feltétlenül az kell a boldogsághoz, és nem vagy boldog utána. Néha neki se kell. Tehát az a vicces, hogy eladnám én a lelkemet az ördögnek, de ha nem kell neki, akkor hiába árusítom. Azt szeretném megkérdezni, hogy olyan bolygók, vagy én nem is tudom, a kentaurokat minek lehetne nevezni? Hát égitesteknek, tehát kentaurok. Égitestek vannak a megfejtésedben, amikor az ember mindig felrakod, hogy most ki merre megy, hova megy. Egy mondatos dolgokat szoktam felrakni, abszolút nem a teljes képletet, és pont ez a lényege, hogy olyan nagyon sok asztrológiai oldal van, meg nagyon sokan működtetnek csoportokat, hogy én szeretném egy picit a karma asztrológiai jellegét megtartani ennek. Elmondom azt is, ami van egyébként, ugye, hogy például tegnap belépett az oroszlánba a Vénusz, tehát ezeket is fontosnak tartom, csak egy picit mélyebbre megyünk, egy kicsit tovább megyünk. Mert a fátyol alá. A fátyol alá kell nézni, így van. Nagyon egyszerűen ennek a mechanizmusa, ugye? Ezek is ott vannak. Uh-huh. Ugye, ott vannak. Biztos, na most, hogy ott vannak. Na most ráadásul el is vannak nevezve, ugye? Hát igen, adtak nekik nevet. Na most, hogyha valaki nevet kap, akkor sorsot is kap. Ugye, ezt is tudjuk. Igen. Tehát, ahogy például ugye nem véletlen, hogy mondjuk egy apa, minek nevezi a fiát, nem véletlen, hogy egy király fia, sarja, aki a trónörökös lesz, az milyen nevet kap, az egy örökség. Nem mindegy, ugye, hogy egy pápa választáskor a leendő új pápa milyen néven nevezteti magát. Azzal sorsot választ magának.
Tehát azzal, hogy egy égitestet elnevezünk, a hozzá kapcsolódó mitológiai történet az visszatükröződik ránk. Ennyi. És ha neked nagyon szorosan ott áll egy ilyen bizonyos kis bigyó, amiből egyébként rengeteg van, tehát aszteroidából van több mint 20 ezer elnevezett, Kentaurból most már felfedeztek, vagy 1500-at, a név alkotásnál még nem tartunk túl messze, olyan 50-60-70 darabban elnevezve. Ahhoz tartozik egy mitológiai történet, vagy egy teremtés történet, mert ezeket a hosszabb keringésű kentaurokat a világteremtés mítoszainak a főszereplőiről nevezik el, a rövideket, a valódi kentaurokat, azokat pedig Ovidius metamorfózisának a szereplői tulajdonképpen. Elolvasod a történetet, megérted, hogy az a kentaur mit csinál, és ugye az összes kentaur, az összes ilyen kentaur típus égítest a karmikus sebeinkről ad felvilágosítást, és hogyha végig gondolod az életedet, amit nagyon megszenvedtél, az ugye nagyon a tiéd lett, ugye? Sokkal inkább, mint ami a nagyon könnyen ment. Hát biztos vagyok benne, hogy így van. Így van. Na most éppen ezért a kentaurok, azok vagy a fóbiáinkra, a félelmeinkre adnak felvilágosítást, tehát ahhoz kötődnek, vagy pedig a különleges képességekből, amiket szintén fájdalom útján nyerünk. Különleges képesség, fájdalom. Úgyhogy igen, egyébként az a tapasztalat, hogy valamilyen sok kér valakit, vagy valaki, igen. És akkor megnyílik és valami. És abban a pillanatban valami történik vele. Úgyhogy, de most sok nélkül azt tapasztalom, tehát nem tudom, milyen világban vagyunk itt most valamennyien, hogy egyre több ember nyílik. Tehát visszajön a látás képessége, akár jövőt lát, akár tényleg a gondolatokat is lehet érzékelni, és lehet látni. Tehát, és akkor megzavarodnak ezek az emberek. De én egyre több ilyen hirtelen kinyitott személyiséggel találkoztam az elmúlt időszakban, hogy most ez a Schumann frekvencia változása vagy. Az is lehet, de nagyon egyszerű, hogyha ha már asztrológusként ülök itt, akkor adjunk rá valamilyen asztrológiai magyarázatot, és keverjük bele a kentaurt is, vagy a kentaurakat is. Ugye ott van ez a bizonyos rettenetes Saturnus-Uranus fix kvadrát, ugye? Amiben ráadásul ugye az Uranus van a bikában, a Saturnus van a vízöntőben, és gyakorlatilag ugye azt éljük meg, hogy a régi és az új csattan össze, hogy semmi nem igaz, amiben eddig hittünk, hogy minden felborul, hogy vagy felrobbantódnak a biztos alapok, vagy igazából azok a dolgok, amik meg nem szükségesek a számukra, azokat meg nem tudjuk megváltoztatni, mert meg vagyunk kötözve. És mégis, azt én ugye az előjelzésemben is azt mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz, valóban egy nehéz kvadrát, fix jegyekben mindig minden kvadrát nehéz, de ott van a Keiron, ami ezt oldja. Hogy Keiron a kosból oldja ezt az egészet, tehát a Keiron-Uranus fényszögek, azok pont a karmikus sebekből való gyógyulást teszik lehetővé, a Saturnus-Keiron pedig szembe hozza azokat a sebeket, amikkel még nem találkoztunk, vagy amivel még nem foglalkoztunk. Tehát ez egy oldott kvadrát, ez a három égítés teljesen együtt mozog egész évben. Ugye a 30 foknak adjuk a legnagyobb orbisztát, tehát az nem mindig annyira pontos, tehát az Uranus-Keiron 30 fok, de a Saturnus-Keiron 60 fok, az viszont annak nagyobb orbisszal, az tényleg szinte egész évben van pontos. Még egy kérdés, több kérdésem van még, de azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz, illetve milyen konstellációk vannak, most nem is Magyarország, hanem a Föld nevű bolygót illetően, hogy egyáltalán milyen jövő felé sodródunk, és milyen hatások vannak körülbelül. Amit a világurai megengednek nekünk, és amit mi megengedünk a világurainak. Ez ennyi az egész. Nincs olyan, hogy Föld nevű bolygó, nincs olyan, hogy emberiség. Lokális területek vannak, ami, most mondok egy példát, ugye két hete nem esett egy csepp eső sem. Milyen marha jó lett volna, ugye, hogyha az az eső, ami áradást okoz az egyik országban, nálunk esik le. Tehát nem lehet globálisan nézni a dolgokat. Nem úgy működik a dolog. Akkor hogy működik? Tehát gyakorlatilag én mit tudok tenni a világ uraival? Oké, hogy te egészséges vagy, odafigyelsz magadra, szereted magad, hasznos munkát végzel, és jól érzed magad. Már ezzel rengeteget teszel, mert ez kisugárzódik rólad. Átér a szeretteidre, azok is elkezdik magukat jól érezni, biztonságban lenni. Ezt lehet csinálni, tehát mint emberiség, vagy mint globális
történet, ezt lehet csinálni, nem lehet más csinálni. Ez nagyon borzasztó, tehát nem az emberiséget kell megváltani, magadat kell megváltani. Ezt mondjuk, ezt pontosan tudjuk, de most ezt szerettem volna hallani, hogy, hogy te mit gondolsz erről a Föld nevű bolygóról, az emberiségről, majd valamit át fogok küldeni neked. Köszönöm. Egy képet. Úgyhogy, tehát mi az, ami, amivel még tudnánk úgymond segíteni? Hogy nem hiszünk mindennek, amit lehoz a média, vagy amit a szánkba akarnak. De jó, hogy itt ülünk egy médiában, és itt cigizem a médiumokat, ugye, de tényleg az a helyzet, hogy, azt akarják a világurai, hogy hoznak egy történetet, mellé raknak egy képet, és az első benyomás után nem jön más. És tényleg ez van, hogy ez azt írta az újság, ugye mi még a fiatal voltunk, de honnan tudod? Hát azt írta az újság. Most, hát láttam a tévében. Menjenek utána, nem az van, nem úgy van. Az ellenkezője sem igaz sokszor egyébként, de, tudjon, a legfontosabb az, hogy kérdőjelezd meg intelligens módon azt, amit hallasz, amit látsz, amit tapasztalsz, és tedd fel a kérdést, hogy, én ezt tapasztalom? Ez van az én környezetemben is? Ha nem, akkor ne higgyél neki. Na de valahogy az emberek annyira kétségbe vannak esetleg. Az biztos. Az biztos. A pánik, a kétségbeesés, hát ezért tartanak a világurai bennünket szegénységben, félelemben, mert abban a más, ugye megint magyarul kell érteni, félelem. Mit jelent? Fél gőzzel működsz. Tehát abban a percben, hogy félsz, és ugye ez a vírus, meg ez az egész pandémia cirkusz, ez baromi jó volt arra, hogy mindenkit beszaradtak, mindenki, és jött is a félelem, és tehát a legegyszerűbb embernél is, aki azért egy pici józanész szorult vele, és ugye feltenni azokat a kérdéseket, amiket ilyenkor föl kéne tenni, nem teszi föl, azért, mert megvan félelmítve, vagy mert elkezd félni. És most mielőtt, hogy mondja, bárki vírustagadónak gondolna, nem vagyok vírustagadó, tudom, hogy van a vírus. Az egy más kérdés, hogy hogyan reagálunk rá. Hát én azt gondolom, hogyha az ember nem fél, meg egészséges, meg jó állapotban van, meg jó kedve van, meg azért átmeri ölelni a szomszédjét is. És annak ellenére, hogy ugye a tömegkommunikáció azt mondja, hogy ja Istenem, nem szabad. Akkor ez az egyszerű paraszti észre. Az úgy van. Annak idején a parasztokat nem lehetett megvezetni. Bocsánat, tényleg nem lehetett őket megvezetni. Nézzek, hogy minden nagy ünnepünk, ugye most volt Szent Iván, de ugyanúgy a karácsony, ugye miért a 24-i, 25-i nap az, pedig ugye a 21-en, 22-en bekövetkezik az a jelenség. Igen. Miért? Azért, mert ilyenkor kiment a falu összes apraja nagyja, megálltak ott, ahol a templomtoronynál meg kellett akadni a napnak, egy napfordulónál, és megnézzük, hogy tényleg nem ment tovább, mint az a, hogy hívják, az a kis rúd, ugye, vagy a kereszt a templomon, és akkor visszafordult a nap, és ehhez 3 nap kellett. Amikor a közösség egybehangzóan meggyőződött róla. Ugye, amit Pau Gábor mindig mond, hogy az Isten szavunkban el van rejtve minden, mert az ugye a test, szellem, léleknek a 3-asa el van benne rejtve, a fizikai test az ösztön, az őstan és az őstény pedig, ugye az őstan a szellemi szint, az őstény, amit itt érzünk bent. Tehát az itt kell érezned. Így van. Úgyhogy mi az, amit talán legszívesebben elmesélnél itt most a Hun TV nézőinek? Mert azt hiszem, hogy még asztrológussal nem is ültem beszélgetni, pedig több éve itt vagyok a stúdióban. Az, hogy szeressenek élni, tehát, hogy akármi történik a világban, borzasztó dolgok tudnak történni. Most pláne az elmúlt pár évben nagyon-nagyon sok mindent megszenvedtünk. Az elmúlt, mit tudom én, nem csak ezt a másfél évet gondolom, hanem tényleg a világurai próbálnak bennünket beleszorítani dolgokba, egyszerűen azért, mert túl sokan vagyunk, és nem tudnak már bennünket kontrollálni. És ez a lényeg, hogy egyéni szinten nem tudnak bennünket kontrollálni. Te abszolút szabad vagy. Ott van Gandhi, aki azt mondta, hogy a legszabadabb a börtönben volt. Miért? Mert pontosan tudta, hogy ott van az árkajtó, de azon belül azt csinált, amit akart. És ezt kell megélnünk. Azt kell megélnünk, hogy a mi saját világunkat mi uraljuk. Azt a picike kis zsebkendőnyi területet. Ott az történik, amit mi akarunk. És hogyha a világurai megfeszülnek, akkor se tudják elérni azt, hogy mi mást akarjunk. Ennyi a titok. Ennyire egyszerű. Igen. 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 Megadhatjuk magunkat a rettegésnek, a szomorúságnak, a bánatnak. Bármibe kapaszkodunk bele. Ugye, mit látsz meg magad körül? Azt, hogy most éppen virágzik a rózsa, és itt fantasztikus illata van, aki, vagy hogy csivitelnek a madak, én minden nap 5-kor kelek, és madárszóra kelek, és minden nap hálát adok a Jóistennek, hogy kertesházban lakhatok,
amikor esik az eső, akkor pláne állatotok neki, most szeretném a küldeni kis esőt, de ha meg nem, akkor meg a napsütésnek örülök. Ha nem tanulunk meg annak örülni, ami körülöttünk van, megette a fejet, de soha senki nem más fog bennünket boldoggá tenni. És nem tárgyak, legfőképpen. Hát meg bankszámla sem. Abba 25x25 centis urnába a bankszámlát nem tudod magaddal vinni. Ráadásul egy perc alatt, egy tolvadás alatt vesztheted el. Elmondanám, hogy ugye én nem vagyok hülye, tehát nem bízom soha senki, mert mindent kinyomtatok, én mindent papír alapra mentek. De úgy, ha, tehát buszájba volt velem egy másik gépet, nem tűnt föl nekem, hogy már az előző gépem is a felhőbe, hova, mentette az asztrológiai adataimat. Az új gépem, mert bekapcsoltam, próbáltam átmenteni az adatokat, az egyik gépről a felhőbe fölmentette, a másik gépre pedig soha nem mentette rá. Az összes asztrológiai adatomat elvesztettem. Az összes képletemet. Volt 30 ezer darab. Nem valaki kíváncsi volt? Nem tudom, hogy mi történt. Nem tudom, semmelyik informatikus nem tudja megmondani, hogy mi történt. Először pánikba estem, pánik, ugye? Aztán elkezdtem röhögni, és azt mondtam, hogy jó, tök jó. Minek nekem 30 ezer adat? Hát úgyis azokkal dolgozom, akik jönnek hozzám. Meg akiket éppen meg akarok nézni. Nem kell. Ez olyan, mint a pénz. Nem kell. Tehát ugyanaz. Meg tudod venni holnap a kiflidet? Oké. Okay. Az, aki jön hozzád, annak megvan az adata? Jó. A többi nem érdekel. Mert ugye azt tanultuk, hogy a tapasztalatból lehet tanulni, és akkor utána lehet nézni. Tehát ez is egy múltbeli szemlélet ezek szerint. Abszolút így van. Annyira érdekes, hogy a múltbeli baráti társaságban voltam, és a 14 éves kisfiú, akármit mondtam egy mutatót, ő elővette a telefonját, és rögtön lecsekkolta a Wikipédián, vagy valahol. És elkezdtem röhögni a harmadik, negyedik után, és mondnak, hogy figyelj, ezt nem fogod megtalálni, ez itt van. Ez nem ott van elmentve, ez itt van elmentve. És elkezdett, hogy tényleg, ezekről soha nem hallottam még. Hát persze, hát ez nincs fönt. Ez másik felhőben van, úgy hívják, hogy egregor. És ez a felhő az egregor. Szerinted sok ilyen asztrológus van fent a egregor. Hát az egregor az a bizonyos energoinformációs mező, ahova minden feltöltődik. Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk. Hát gondolj bele, teszel, mert a lélek hármasából állunk. Ha a lélek kiröppen bennünk belülünk, mint egy lélekmadár, ezt ugye már az egyiptomiak is tudták. Hogy a fizikai testen mi történik, azt ne részletezzük, sajnos tudjuk, hogy mi történik. És a szellemünk, ugye, az a rengeteg tudás, amit összeszedünk, vagy tapasztalat, amit összeszedünk egy élet után, az se repül ki a fenébe, vagy nem semmisül meg, hát töltődik föl a felhőbe. És azért van az, hogy amikor valaki elkezd valamilyen tárgyal, vagy régi dologgal foglalkozni, akkor egy csomó megvilágosodása van. De pont azért, mert előjön a régi. Mert ugye energoinformációs mező, mit jelent ez? Fönt van az információ, energia töltötte föl. De az energia az csak egy hordozó rakét, az nem csinál semmit, az információ az, ami gyűlik, és amíg mozgatjuk, tehát az érdeklődésünkkel, a gondolkodásunkkal, arról, hogy beszélgetünk, addig mozog. Amikor meghalnak azok, akik ezzel foglalkoznak, az szépen lecsendesül. Jön egy fickó, azt mondja, hogy én most meg akarom fejteni a hieroglifákat, mit csinál? Elkezdi piszkálni az egregort a figyelmével, energiát tölt bele. És mit történik? Elkezd lejönni az információ. És ez nagyon jól működik. Uh-huh. Abszolút jól működik, így van. Úgyhogy most valami olyan konstellációk lesznek az égen, hogy a Mars minden... Most két évente kerüli meg a napot. Érdekel bennünket a Mars? Kettő napig tart a hatása. Legyen 4-5 napig tart a hatása. Jó, igen, Mars, Plutó, igen. Tehát gyakorlatilag sokkal lazábban kéne venni az életet. Bizonyos dolgokat, igen. Én azt gondolom, hogy az asztrológia nem azért van, hogy mi, bocsánat, szabad így csúnyán beszélni, hogy betoljunk tőle, megpróbáltam decenzúrinő lenni, tehát nem azért van, hanem azért van, hogy tudjuk használni. Tehát ha látjuk azt, hogy mi van fönt, tehát például, hogyha van egy ronda Mars tranzit, ugye, akkor mit tudom én, neked azt kell, hogy neked erő kell, hogy felásd a kertet, akkor használd azt az erőt arra, hogy felásd a kertet. Ugye? Rosszul vagyok, ha felásod a kertet. Én szeretem. Től, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezeken a tanácsokon kívül, amiket most itt elmondtál, még mit tehetnének az emberek? Azon kívül, hogy felébreszteni, próbálja nagyon sok. Próbáljanak egy picit változni, nem sokat. Nem sokat. Nem kell azonnal, tehát a legtöbb változásra való
hogy mondjam, tevékenység, az azért bukik meg, mert egyből akarunk 25 kilót fogyni, vagy egyből meg akarjuk dönteni a 100-as világrekordot, vagy egyből 20, hogy hívják, hogy hosszat akarunk egy medencében leúszni. Nem így kell csinálni. Egész egyszerűen nagyon lassan, 2-3 hetente valami picike kis dolgon, egészen kicsike kis dolgon változtat, és figyelni, hogy a hatást. És aztán megint egy picit változtatni. Tehát nem lehet egyik pillanatra a másikra megváltoztatni dolgokat. Amikor először kapcsolatba kerültem veled, Amerikába voltál, és onnan küldted az információkat. Mikor tervezel újra utazni? Nem megyek soha többet Amerikába, ha teltem. Amerika elveszett. Amerikában polgárháború lesz, hogy már szerintem már van is bizonyos szinteken, csak még nem véres polgárháború. Amerika elveszett. És én ezt 20 évvel ezelőtt elmondtam az amerikai barátaimnak, és nagyon sokszor elmondtam, hogy Szovjetunió 2.0 lesztek pillanatokon belül, mert abszolút látszott, mindenféleképpen látszott. Most pedig tényleg megcsinálják. Nem tudom, hogy miért. Van biztos oka, még nem jöttem rá, hogy pontosan miért kell a világ legnagyobb gazdaságát és legfejlettebb technológiáját arra használni, hogy bedarálják az embereket, de ez fog történni. Én soha többet nem akarok Amerikába menni. Nem adom a nevemet ahhoz, ami ott történik. Ennyi az egész. Kerestek-e meg téged olyan ismeretlen személyek, hogy segíts nekik? Rendszeresen keresnek, tehát mire gondolsz? Tehát, hogyha tök ismeretlen, hogy segítsek neki, mert mit tudom, hogy elhagyta a férje, vagy valami történt, nem, vagy pedig másra gondolsz? Én egész másra gondolok, tehát magasabb szintekről. Vagy nem? Nem, én nem csatornázom, hogyha erre gondolsz. Tehát ugye ez egy érdekes dolog, mert én, vannak a neptunuszi jellegű, és vannak a transzplutói jellegű csatornázások. A neptunuszi jellegű az inkább letapogatja a dolgokat, az nem direkt üzeneteket. Tehát van az, aki igazából leveszi a külső közegből azt, ami történik. Én inkább ez vagyok. Nekem, ahhoz, hogy csatornázzál, ahhoz be kell, hogy jelentkezzen egy entitás, és akkor te azzal beszélgetsz. Igen. Az egy picit más jellegű dolog. Hát ez az egészen más. Igen, nekem mind a kettő prominens egyébként, tehát valószínűleg lehetne. Csak olyan szinten köt le az a munka, amit csinálok, hogy ezzel foglalkozom. Tehát nem, még nem jelentkezett be senki, egyáltalán nem bánom. Jobb is, nem? Igen, most egyre nem bánom. Könyv? Az folyamatosan. Tehát folyamatosan? Az folyamatosan. De mondom, most inkább célzottan, tehát inkább egy téma, ami érdekel, azt dolgozom föl, és akkor arról írok 40-50-60 oldalakat. Ezek A4-es oldalak, tehát nyilván ezt úgy kéne tördelni, tehát ebből lehetne minikönyv, csak nem tudom, majd egyszer ezt az e-book, tehát ezt is megpróbálom, csak nekem a könyv az még mindig a papír, tehát én a papír szagát. Én is a papír. Igen, tehát nincsen semmiféle ilyen olvasóm. Én nem is tudok könyvet olvasni az interneten, tehát annyira sem megy, nekem is frusztrál egyébként. Igen, azt kell, hogy igen, leegyem a csirkepaprikással, le tudjam rakni, be tudjam gyűrni a szamárfület, alá tudjam húzni. Ez igen, borzasztóan olvasok, tehát. És Angliába? Az más, oda járok én rendszeresen. Most másfél éve nem voltam, mert ezek a hülye angolok, ahányszor mennék, annyiszor csavarnak egyet a törvényen, és hát oda rendszeresen járok, az angol csoportjai megvannak, hála jó Istennek a Zoom technológiáját, úgyhogy végig tudtam tanítani az egész fél évet, úgyhogy nem volt gond. És milyenek? Nagyon lelkesek, vagy melyik? Vagy mindegyik csapatod jó a magyarok is? Általában jók, tehát én azt gondolom, tehát hozzám azok jönnek el, akik komolyan akarnak tanulni. Van egy-két önjelölt gurú, azt néha helyére kell rakni, tehát szoktam mondani, hogy nem azért fizetnek a többiek, hogy téged hallgassanak, tehát szeretném, hogyha befognád, ugye akkor ezzel vagy megsértődik, vagy összekapja magát, mindig van ilyen, tudom, minden csoportban mindig van egy ilyen. De most például van, tehát most szenzációsan jók voltak a csoportjaim, nem tudom, tehát ez mindig változó. Tehát nem lehet azért, mert nyílnak, meg nyitottabbakká válnak az emberek, meg ugye mesélnek ilyeneket, hogy 4D, 5D, tehát magasabb rezgés. Ha a 4D-ben nem akarunk menni, rögtön tegyük ezt is tisztában, a negyedik dimenzió az az asztrálsík, az a kísérteteknek a világa. Az ott itt ragadt lelkek, a bánat energiák, amik nem tudnak eltávozni a fény felé, az nagyon csúnya, tehát ez oda nem akarunk menni. Uh-huh. Jó? Az ötödik és hatodik dimenzió elérhető a Földről is, fizikai síkban nem, tehát, nem a, de, tehát ez a legfontosabb, hogy fizikai teste, az csak a harmadik dimenzióban lehet a lelkeknek.
És ezért vagyunk a harmadikban, ne akarunk mi följebb menni, hát bármikor, amikor levetjük ezt a ruhát, rögtön följebb megyünk. Hát miért akarnánk följebb menni? Ez egy nagyon vonzó világ, itt nagyon szeretünk lenni. És nagyon szép. És szép, és így van. Tehát az emberi érzékszerűek ezt a harmadik világot közvetítik nekünk. És nem kéne vágyni a fénydimenziókba, ott van, az az otthonunk. Tehát mármint a léleknek az otthona, és ide jön a Föld nevű bolygóra, mert dolga van, mert szolgálnia kell, és mert ez egy baromi vonzó világ. És akkor hogy jön itt össze a karma? A karma a múlt. Ugye megint magyarul kell gondolkoznunk, a karma egy magyar szó, a karom szóval azonos, mit csinál egy állatnak, vagy a karma fogva tart, és ha nagyon ficánkorunk, akkor még szét is tép előbb vagy utóbb. Tehát a karma az, ami megtörtént, amit megtapasztaltunk. Jó és rossz értelemben egyaránt. Tehát a jó dolgok is megkötöznek ám. Tehát, hogyha most mondok egy példát, jó? Hogyha te minden előző inkarnáció során, legalább 15 inkarnáció során abból éltél meg, hogy csodálatos tárgyakat készítettél. Mondjuk aranyműves voltál. És már észrevette a lélek, hogy a negyedik, ötödik életben sem változtál semmit, nem fejlődtél, mert csak azt használtad, amit az előzőben. Volt, akkor mit csinálsz? Jössz kéz nélkül. Uh-huh. És nem tudsz aranyműves lenni. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát néha a nagyon pozitív dolgok is meg tudnak kötni. Uh-huh. Tehát ez a múlt. Tehát minden esetben ez a múlt. Így van. És a sors a jövő, amit választasz magadnak. Te mit gondolsz arról, hogy hány bolygóra inkarnálódhatunk sokra? Ne bolygókban lássad a dolgokat, mert még egyszer mondom, a fizikai világ, tehát tudnak annyi exobolygót találni, amennyit csak akarnak, a Föld az, ahol a harmadik dimenziós testként működünk. Ez eddig szépen. Oké. Magasabb dimenziói világok vannak, ezek az állócsillagok. De oda nincs fizikai testünk, oda akkor megyünk, amikor akarunk. És ott is tanulunk dolgokat, csak nem testi szinten tanulunk dolgokat. Így van. Úgyhogy túl egyre izgalmasabb. Úgyhogy hát szép jövő vár vagy nézünk. Olyan a jövőnk, amilyen csinálunk magunknak. Azt hogy kell csinálni? Kivetíted. Vannak ilyen nagyon szép technológiák, NLP, neurolingvisztikus programozás megvan? Három lépéses teremtés technika megvan? Kivetítem magam három lépésre előre, kivetítem a vásznat, és odarakom, hogy ezt akarom megvalósítani. Uh-huh. Akarsz nagyon röhögni? Én most így Bakas István gondolkoztam, és mit szeretnék? Hát milyen jó lenne, nagyon sok pénzem lenne, akkor vennék valahol Dél-Angliában egy kis cottage-ot, és akkor valami faluban, és akkor csinálnám a dolgaimat, és akkor csinálnék fűszerkertet, meg angol kert, meg mit tudom én. Aha, ez 5 percig tartott, és azt mondta, hogy te Grigal, nagyon hülye vagy. Oké, 4 órányi vonatútra lennél a legközelebbi reptérhez, 3 órányi repülőútra a szereteitől, laknál egy 300 éves cottage-ba, amint semmit nem lehet javítani, szimpla ablakokkal, zuhogó esőben. Ezt akarod, ugye? Teljesen hülye vagy. Nem baj, megcsinálom itt. És elkezdtem a kertet rendbe rakni. És baromira élvezem. Tehát az álmainkat, hogy mondjam, megvalósítható formában kell megálmodni, azt gondolom. Tehát akkor gyakorlatilag királylány és koronával és világkirálynéjel attitűdben nem javasolt, mert... Hát nem, de kivágyik erre Isten igazából. Hát nem, hosszú. De hosszú. Tehát akkor gyakorlatilag olyan dolgokat kell elképzelni, amit meg amit is valósítani. Így ami... van. Tehát vetés ki magadra is, ugye az első lépéssel azt mondod, hogy ezt én meg akarom valósítani. A következő lépéssel azt mondod, hogy én ezt meg tudom valósítani. És a harmadik lépésben belelépsz a képbe, mert megérdemlem. Hát innen van ez a hülye, mert ön megérdemli szlogán egyébként, igen. Hát most már tanácsokat is kaptak önök a jövőhöz. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy valami fantasztikus képet találjanak. És ahogy Zsuzsa mondta nekünk, 3 lépésbe tessék belépni. És sok sikert kívánok hozzá, és hitet. Mert minden mágiának az az alapja, hogy higgyünk benne. Igen, pontosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. És ez a tanítás is fantasztikus volt. Azt hiszem a végére. Remélem önök is értékelték. További szép napot kívánok önöknek, viszontlátásra. Köszönöm.